Köszöntöm nézőinket, önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Bérlettámogatás, meghosszabbított kinevezés. Aktualitások az ülésen. Mérnök informatikus, október 1-től Tolna város polgármestere. Ismerjük meg Balogh Zoltánt emberközelből. Kézilabda gála, múlt idézés a sportcsarnokban. Vízre szálltak a sárkányhajók, hangulatos verseny Faddomboriban. A június végén megtartott testületi ülés két legfontosabb témájáról a város polgármestere adott tájékoztatást. 5 éve foglalt el helyét igazgatóként a Vosinszki Mór óvodában németné Szűcs Melitta. Kinevezése lejárt, de van arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák, ha a képviselői és a nevelői testület is támogatja. Mi magunk teljes mértében meg vagyunk igazgatóasszony munkájával elégedve, úgyhogy mi ezt a nevelőtestületre bíztuk, és nem meglepő módon egyébként teljes egyhangúság volt, és támogatták a pedagógusok a jelenlegi igazgatót. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon vezeti ezt az óvodai intézmény egységet, ami 5 óvodából és 16 óvodai csoportból áll. Jó az, hogyha a fenntartó meg van elégedve az igazgatóval, de azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ott dolgozók szakmai szempontból is jó vezetőnek tartsák, és ez így is van. A jelenlegi folyamatosan változó környezetbe fel tudja venni a fonalat. Én azt remélem, hogy mivel 5 év alatt azért már nagyon sok mindenen átesett ez az intézményegység, és nagyon sok szülővel, gyerekkel volt kapcsolata az intézményvezető asszonynak, hogy ez a jövőben sem lesz probléma, úgyhogy minden marad a régiben, és a jelenlegi igazgató lesz 5 évig még az intézmény vezetője. A város finanszírozza a Mözsi bejáró diákok buszbérletét, és ez a tervük a jövőre nézve is. Akkor, amikor úgy döntött a tankerület, hogy a Mözsi alsó tagozatot megszünteti, tehát gyakorlatilag a Mözsi iskolát bezárja, akkor mi biztosítottuk azt a lehetőséget, hogy a busszal bejáró diákoknak a bérletet fizetjük. Én azt remélem, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de 1 évre minden esetre meghosszabbítottuk ezt a szerződést. Tehát azok a gyerekek, akik busszal tudnak bejönni akár az Eötvös utcai, akár a Széchenyi telephelyre, vagy a központi iskolába, a Bartók Béla utcába, mindenkinek meg fogjuk téríteni a jövőben is a buszbérletet. Én nagyon bízom abban, hogy a gyerekek jól érzik magukat ezekben az iskolákban, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz semmi probléma ezzel kapcsolatban. Következő alkalommal a megbeszélésekre és a döntésekre szeptemberben lesz lehetőség. Ekkor ül össze újra a testület. Békés megyében született, Szentesen és Pécsen járta ki az iskoláit. 30 éve él Tolnán, és már el se tudnák képzelni máshol az életét. Nemrégiben megválasztották Tolna város polgármesterévé. Ismerjük meg Balogh Zoltánt emberközelből. Én Békés megyében születtem, Békés megyei Szeghalom városában. Vésztő városában jártam általános iskolába. Szüleim kereskedelemmel, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak. Egy nagy családtagja vagyok, 5. gyermekként születtem. 2 bátyám, 2 nővérem és 1 húgom van. Az általános iskola után a Csongrád megyei Szentes városába kerültem. Ott műszaki szakközépiskolában érettségiztem, és ott is végeztem el a technikumot. Onnan felvételiztem a Pollák Mihály műszaki főiskolára, akkor még főiskolára Pécsre, és úgy kerültem Pécsre. A nővérem 14 éves korában ide Tolnára került élsportoló, asztali teniszező volt, és mikor Pécsről hétvégén járhattam haza, néha messze volt a Békés-megy, akkor sokszor Tolnára jöttem haza. És így alakult ki az, hogy egyre több időt töltöttem Tolnát, és a végén itt is ragadtam. Utána még a Gábor Dénes Egyetemre jártam, ott mérnök informatikus diplomát szereztem, de időközben sógorom beindította itt Tolnán a műszaki számítástechnikai üzletet, melyet a nyitásától kezdve én vezettem. Ez
26-27 évvel ezelőtt volt. A legelején még a számítógépek összerakásától, szervizelésétől hálózatokat építettünk, kereskedelem is van, tehát perifériákhoz alkatrészeket, nyomtatókhoz patronokat, tonereket, mindent forgalmazunk. Illetve van még egy órás műhelyünk is, javítunk órákat is. Feleségem pedagógus, egy óvodának a vezetője, köznevelési szakértő, német nyelvtanár, tehát mindezekben dolgozik. Van egy 20 éves fiunk, aki jelenleg egyetemista, és ő is asztalitenyszezik, korosztályos válogatott volt, végül is bejárta ő egész Európát ezzel a sporttal. Most a Pécsi Egyetemi Asztalitenyszer Klubban NB1-es játékos, még az egyetem mellett, közgazdasági egyetemre jár egyébként. Amikor már Tolnára kerültem, akkor itt nagyon sok barátom bent volt már a politikában idézőjelben, tehát barátok révén kerültem be, és 2006-ban indultam először képviselőnek, akkor bekerültem a képviselőtestületbe, és azóta is tagja vagyok. Jelenleg a jogi bizottság elnökeként dolgozom. Volt egy időszak, amikor nem voltam képviselő, akkor a Tolnai Faszton Asztalitenyszer Klubnak voltam az elnöke 4-5 éven keresztül. Igazából mindig érdekelt a közélet, tehát érdekeltek a városoknak a fejlődése, az embereknek a viszonya a dolgokhoz. Tehát úgy mindenképpen, hogy ha valamit hozzá tudok tenni ahhoz, hogy valami jobban legyen, vagy sikeresebb legyen, akkor legyen. Most az önkormányzati választáson polgármesteri mandátumot tudtam szerezni, a körzetemben is megjeltem a képviselőséget, úgyhogy most már nem csak önkormányzati képviselő leszek, hanem október 1-től polgármesterként dolgozom. Egy igaziból egy nagy kihívás is, de egy nagyon jó dolog, én szeretném jól csinálni, ami biztos, hogy nagyon sok akadályba fog ütközni, biztos göröngyös lesz az út, de úgy érzem, hogy van mögöttem egy olyan csapat, szerintem a képviselőtestület is olyan, hogy sikeresek tudunk lenni, és tudjuk tovább vinni azt, amit az előző ciklusokban már megkezdtünk, és tudjuk folytatni az előző polgármester asszonynak, a Perszoffer Ágnesnek is a munkáját. Tényleg nem volt sárdobálás, nem volt ellentét. Mondhatni azt, hogy nyugodtan zajlottak eddig is a képviselőtestületi ülések, sőt, még azt kell mondjam, hogy a mi frakciónk volt az, aki úgy nyugodtabb volt, mint a másik oldalon. Az összetétel úgy lesz, hogy 4 főt adunk mi, 7 fő lesz a Fidesz frakcióból, de a Tolna érdekében igazából, tehát a nagyon nagy politikában úgysem kell, meg nem is tudunk belemenni. A város fejlődés érdekében, Tolna érdekében biztos, hogy összefogásban tudunk együtt dolgozni. Vannak olyan elképzeléseim, amik lehet, hogy kicsit merészebbek. Én úgy gondolom, hogy a fiatalokat valahogy vissza kell hozni Tolnára, akik egyetemre elkerülnek, nem nagyon akarnak visszajönni. Esetleg egy ilyen fecskeházszerű épület létrehozása, ahol letelepedést, lakhatást tudunk nekik ajánlani, az nagyon nagy segítség lenne. 10 éve, sok éve mondom már, hogy lehet, hogy nagyon jó lenne egy mentő, egy mentőautóval felszerelt mentőállomás, hogy Tolnán legyen az az autó, tehát innen tudjon elindulni, hogyha baj van. Ez is nagy segítség lenne, akár a környező Fad, Fácánkert, Bogyiszló és Tolnára is. Sokat számítana, hogyha ilyen lenne. Nagyon szeretünk itt élni egyébként, tehát nagyon szeretjük a várost. Politikailag, hogyha kérdezed, akkor pedig csak az, hogy zökkenőmentesen tényleg amiket kitalálunk, egy jó ötletet megvalósítani mindig. Bárkinek van ötlete és meg tudjuk valósítani, az természetesen nagyon, nagyon hasznos. Körülbelül 30 éve Tolnán élek, el sem tudom képzelni, hogy máshol legyek. Minden zegzugát ismerem szerintem a városnak, az emberekkel jók jövök, biztos, hogy itt képzelem el az elkövetkező életemet is, tehát nem tudnék máshova menni.
Nagyon szeretem a Dunapartot. Van olyan, hogy reggel fölkelek, és akkor elmegyek futni, amerre csak úgy gondolok, úgy a városba, és akkor is tényleg jó itt lenni. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Június 29-én kézilabdázók, rajongók, edzők, pedagógusok, volt sportolók gyűltek össze egy találkozóra, hogy nosztalgiázzanak. Tolna és Mös bővelkedik a kézis emlékekben, amik alig fértek el a sportcsarnok bordás falain. Mi sem bizonyította jobban a klub nagyságát, mint a tolnai városi sportcsarnokban felragasztott rengeteg kép és eredmény. Gálné Víg Zsuzsanna munkája nélkül nem valósulhatott volna meg az esemény. Szeretnénk bemutatni a régi kézilabdásoknak, akik már csak esetleg tévéből nézik a közvetítést, vagy kimennek mérkőzésekre, hogy a mai kézilabda már mennyivel más, hogy már mennyivel korábban kezdjük a kézilabdát, vagy a labda szeretetet oktatni. Így óvodások bemutatója, a kisiskolások bemutatója lesz a programban, és lesz egy komoly feladatunk is. Schmidt József
Schmidt tanár úr, ahogy mindenki ismeri, egy emléktáblát szeretnénk a tiszteletére felavatni. Ahogy említettem is, Tolnán Vörös Lobogó néven, Tolnai Vörös Lobogó néven már 54-55-ben volt kézilabda. Lehetséges, hogy volt előbb is, de nem találtam róla anyagot. És Mözsön viszont 57-től Schmidt tanár úr került az iskolába, és így kezdte oktatni ő a kézilabdát, aztán a mözsi TSSK vette át a csapatokat, férfi-női szín, mind a két korosztályba. 1982-ben akkor egyesült a két egyesület, tehát a mözsi TSSK és a Tolnai Vörös Lobogó. Tolnai Vörös Lobogó néven maradt, viszont a kézilabda mérkőzéseket Mözsön játszották a bitumenes pályán még a TS mellett, és utána nagyon 65 körül már volt MB2-es, a Tolnai Vörös Lobogónak MB2-es csapata. Aztán a mözsiek is követték ebbe őket, 80 és 82-84-ig volt ugye MB2-es csapat, és utána a következő évtizedekben, hát itt fönt vannak a statisztikák, hogy mikor, így most fejből konkrétan nem tudom. Szerettünk volna minden egyes évtizedre egy valami kézzelfogható kis adatot, fényképeket gyűjtöttünk a játékosokról, amit most itt kiállítottunk, és 55-től 2021-ig 10 évenként elosztásban megmutattunk, és hát úgy látom, hogy nagyon jól nosztalgiáznak a volt játékosok. Berta Zoltán alpolgármester és a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke volt az első, akiben megfogalmazódott a gála megrendezése. Hónapokkal ezelőtt fogalmazódott meg, és kerestem meg Vég Zsuzsát, a Tolnai Kézilabda Klub elnökét egy olyan ötlettel, hogy kellene itt Tolnán Mözsön egy kézilabda fesztivált tartani a hajdani kézilabdások, a kézilabdát szeretők körében. Ennek az apropója az volt, hogy ugye különböző közösségekbe járva, vagy szülőtársakkal beszélve, gyakorlatilag nap mint nap felmerül itt a városba a kézilabda, a kézilabdás múlt, a kézilabdás jelen. Ez volt az ötletadó számomra, hogy hozzuk össze ezt a közösséget, hiszen városunkban a kézilabda több évtizedes, több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Kezdődött Mözsön, még szabadtéren, kinti pályán. Én ezeket csak emlékekből tudom, de járva a nyugdíjas klubokba, idősebbekkel, szépkorúakkal beszélgetve nagyon-nagyon sok élményt közvetítettek irányomba. Egészen addig ugye lányom is itt kezdte el a kézilabdázást óvodáskorában, ebbe a csarnokba ismerkedett meg ennek a játéknak az alapjaival. Gyakorlatilag ezek voltak az ötletadók, hogy próbáljuk meg összehozni ezt a közösséget, megbecsülni az értékeinket, hiszen látható már most, hogy érkeznek a vendégek, hogy nagyon szép számmal fognak a mai rendezvényen itt lenni, részt venni, és azért ne feledjük el, hogy az egyik legeredményesebb látványcsapatsportról beszélünk Magyarországon, hiszen mind a női, mind a férfi kézilabda válogatottért szurkolunk majd az olimpián, hát ha egy éremmel gazdagítják majd a kollekciót. Megmondom őszintén, hogy az egyesület, amikor megkerestem Zsuzsát, abszolút magáévá tette ezt az ötletet, és egy olyan remek programot, programsorozatot építettek föl, hogy ámulok-bámulok. Nyilván fontos az, hogy a gyerekek tekintetében meglegyen a játékosság, a játék, a sport szeretetének a kialakítása, hogy ilyen csúnya szóval éljek, hiszen majd utána ez talán végig kíséri az egész életüket. Jó közösségben vannak, barátokat szereznek, ezek évtizedeken keresztül el fogják kísérni őket, illetve hát megismerkednek egy sportág alapjaival, megismerkednek a mozgás, az egészséges életmódnak az alapjaival, mi megint csak reményeink szerint végig fogja kísérni az életüket. És jó látni, hogy az egész piciktől, óvodásoktól, hát a szépkorú, akik vagyunk itt, tehát ez a sport, mondhatjuk, hogy tényleg kicsiktől a nagyokig összeköt mindenkit. Először, de terveik szerint nem utoljára szervezték meg ezt a rendezvényt tolnaiak és mözsiek, ahol múlt és jelen kapcsolódott össze a kézilabdának és a résztvevőknek köszönhetően. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület egy hangulatos versenyt rendezett a sportág szerelmeseinek Faddomboriban. Cégek, baráti társaságok mérték összetudásukat. Yeah.
Kovács Gábort, a Tolnai Sárkányhajó Egyesület elnökét mindig örömmel tölti el, amikor ennyi csapat száll a vízre. A mai program az úgy alakult, hogy a Sárkányhajó Szövetség és a Kajakkenu Szövetség által rendezett sárkányhajó versenyekből lassan kiszorulnak az amatőr és sportolók. És most az idén próbáltunk olyan versenyeket rendezni, hogy szabadidős csapatokat hívtunk meg. Azok mellett még teljesen amatőr csapatokat, például Tolnáról is vannak a szépkorúak, tehát képviseltetjük magunkat egész a 6 évestől a 86 éves korig. A jó kapcsolatrendszernek köszönhetően tudják megtartani ezeket a rendezvényeket, amelyek során tapasztalataikat és élményeiket is megosztják egymással a társaságok. Kovács Gábor mesélt nyári terveikről is. Megmondom őszintén, 18 év alatt azért már alakultak ki kapcsolatok így egyesületeken belül. Az idén Budapestről érkeztek az első MTK csapata, Szegedről a Vassárkányok, Pécsről a Pécsi Építészek, aztán a Bajáról a Bajai Spartakusz és a Tolnai Színeket viszont a Rosszatom és a Tolna csapata képviseli együttesen. Az idei évben ez a szabadidős kategória úgy működik, hogy vannak 200 méteres távok, ilyen sprintfutamok, és délután rendezünk 2000 méteres távokat. Hát itt az idők nagyon különbözően alakulnak. Szerintem van ilyen 52-53 másodperctől egész az 1 perc, 5 másodpercig, 10 másodpercig. Tehát igazából, ahogy mondtam is, hogy a 10-es kategóriában is vannak teljesen amatőr hajók. Amúgy szerintem elég jó a verseny, nagyon jó készültek a csapatok, teljesen meg vagyunk elégedve a vendégekkel. A jövő héten lesz Rasicében egy nemzetek közötti Európa-bajnokságod, az egyesületünk 2-3 taggal indul, Zsigmond Zsuzsanna, Steinbach József és Kovács Gábor. Aztán következőkben a Balaton áttevezés július 27-én, júliusban még ellátogatunk Szegedre, ott lesz egy 8 kilométeres táv, augusztus 4-én Szombathelyen lesz egy sárkányhajó verseny, tehát próbálunk minden hónapban legalább 2-3 versenyre eljutni, hogy az időnk engedi. Sok az elhivatott versenyző, de azért nem mindenki a győzelemért érkezett. Egy baráti kapcsolatot alakítottunk ki a Kovács Gábor és a Szandrának a sárkányhajós csapatába, a Vándorló Szépkörök baráti köre, és megkeresett bennünket a Gábor, hogy volna-e kedvünk ezen a mai rendezvényen részt venni, és boldogan vettük, örömmel vettük ezt a meghívást, eljöttünk 10 fővel erre a csodálatosan szép időbe, ide a Dombaliba, erre a versenyre. Nem versenyzünk, a részvét az a fontos itt nekünk. Jó érezzük magunkat, nagyon-nagyon sok embert megismertünk, és innen tudjuk tovább építeni a baráti körnek a kapcsolatait. Most jöttünk be először sárkányhajóba, lehet, hogy még erről lesz még edzés, vagy lesz még belőle folytatás, de épp most mutatja nekem a Gábor, volt nekünk 2 héttel ezelőtt lent a Tolnai Dunaparton egy ilyen nyílt napunk, és jöttek a Gáborék, ott megsárkányhajóztatták a társaságot, és sokan örültek ennek a rendezvénynek. Szóltam neki, hogy mi a helyzet, hogy volna egy kezdetek el, örömmel 10-en eljöttünk ide. Urasinova Olgáék Paksról jöttek a Rosszatom cégtől. A csapat kollégákból állt össze, egyik szenvedélyük pedig a sárkányhajózás. Összebarátkoztunk a helyi sárkányhajó csapatokkal, és részt veszünk a versenyeken, amelyeken csak lehet, mert nagyon lelkesek vagyunk, és szeretném köszönetet mondani Gábornak, és mindannyiaknak, akik segítenek nekünk hódítani ezt a sárkányhajózást. Én mielőtt Moszkvából jöttem ide, Paksra gondoltam, több milliós város után valahogy kell szórakoztatni magam, tehát itt helyet találni magamnak Pakson, és utána néztem, hogy itt azért erős a vízisport, ugye? Egyrészt, másrészt Pakson van sárkányhajó lehetőség, és ez nagyon izgalmasnak hangzott, és először én kezdtem, mivel én beszélek magyarul, és utána a csapat is alakult így, hogy tehát mert ez szerintem jó lehetőség vízen, ilyen melegben ott lenni, meg csapat, lélek. Szóval, ja, sok előnye van a sárkányhajónak, és rád meg a ciges kollégás rendezvények, vagy foglalkozások szempontjából is.
Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!